Béla, itt a családtagunk szeretnének szólni egy pár szót. Szóljanak! Adj oda nekünk! Vili! Itt vagyok. Majd utána, ha ez lement, vedd már fel a neveket. Csak a neveket mindenki mondja jó, be. Jó. Csak annyi, hogy szeretném mindenkinek megköszönni, hogy segített mégis megállapodásra jutni, úgyhogy Nagyi marad az ő érdekében. Igen, hát egy 93 éves embernek magyarázzuk ezt meg, aki 50 éve itt lakik, hát ez az élete. És hát sikerült itt most az önök közreműködésével, és hát a kompánycsoporttal, és nem tudom, hogy milyen érdekszervezetek vannak itt. Otthonvédő. Mozdulj Magyarország, és nem adom a házam. Mozdulj Magyarország, nem adom a házam mozgalom. Tényleg mindenkinek, és akik bent, meg kint vannak, hogy a Nagyi nyugalma miatt. Hát is segítettek el az egészben, igazából a végrehajtókkal is, aztán a rendőrökkel, ugye a tulajdonossal, a végletes kérővel meg tudtunk állapodni. Úgyhogy ennyi. Örülünk neki! Igen, köszönöm szépen! És hosszú életet a mamának! Még már ezt az előbb elmondtam, hogy a tegnapi nap folyamán Rita bent volt a végrehajtónál, tehát elég sok időt áldozott arra, hogy önkormányzatban rohangált bíróságra, rohangált végrehajtóhoz rohangált, és tegnap, amikor már itt voltam a lakásban, hívtam, és a telefonját benyomva tartva hagyta, úgyhogy a végrehajtóval történt beszélgetést, azt teljes egészében hallottuk. Pilmajer András is itt volt épp, aki szintén a Rácsot segített elhozni, és hallotta. Hát el kell mondanom, hogy nagyon arrogáns volt, megpróbálták egy olyan dolgot megmagyarázni, ami tulajdonképpen megmagyarázhatatlan. Úgyhogy ez, sajnos ez a Ferenci az ilyen. Több ilyen kilakoltatásban részt vett. És az a baj a végrehajtókkal, hogy van Magyarországon 220 végrehajtó, abból egy ilyen 50-60 fél, aki velejé korú. Tehát nem foglalkozik sem törvényességgel, mint ahogy tudjuk, hogy amikor a közjegyzőtől kikerül a bank által követelés, akkor a végrehajtó nem vizsgálja ezeket az ügyeket. Tehát nem is érdekli, hogy van-e benne törvénysértő, vagy bármiféle rendellenesség, hanem kiadja a végrehajtásra. De ugyanakkor mi az az egyetlen személy, amikor egy ilyen kilakoltatást megakadályozhat, illetve maga a végrehajtást kérő. De mivel itt ebben az ügyben a végrehajtást kérő nem tulajdonos ebben az ingatlanban, így az eredeti tulaj, aki be van jegyezve, ők kötöttek egy megállapodást, hogy 30 napon belül összeélek, megbeszélik, hogy a további feltételeket, hogy mi lesz, és innentől kezdve én remélem, hogy a törvényesség fog ebben az ügyben jelentősen közreműködni, úgyhogy nagyon remélem, hogy a bíróság, illetve az ügyészség is fog ebbe az ügybe lépni, és a nőnének, illetve az unokáinak a javára fog dönteni. Nagy az esély rá, mert tudjuk azt, hogy birtokvédelem van rá az ingatlanon, illetve a hölgynek, úgyhogy még egyszer én nagyon meg vagyok illetődve, hogy ennyien eljöttetek egyáltalán. Még talán annyit, hogy sejtettük. A Béla utca után, itt van itt Mariani, sejtettük, hogy az utcák le fogják zárni, ezért aludtunk itt, mert előző nap felszereltük a Rácsot. Én azt gondolom, hogy annak is köszönhető, hiszen a másik ablaknál odajött a rendőr, és ő mondta nekem, hogy nyilatkozzak arról, mert látták az élőadást, hogy van ott valamilyen szerkezet a Rácson. Egyébként a Rácsot azt úgy készítettem el, hogy olyan C16-os betonnal teleöntöttem, úgyhogy amikor a vasvágóval vágta volna, utána már a betonnal nagyon nehezen tudott volna megküzdködni. Borzalmasan erős a maga Rácsozat, és úgy döntöttünk, hogy itt alszunk, nehogy kora reggel megint a rendőrség lezárja, és akkor nem tudtok ide jönni, mint láthattuk a másik oldalra nem is mehettetek, mert magánterület. Én örültem volna, hogyha nem így történik, de sajnos muszáj ilyen trükköket bedobnunk, és ezután a következő kilakoltatáson más trükköt fogunk bedobni. Minél több trükköt, fel fogjuk a saját eszközeiket használni. Köszönöm! Mindenkinek nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és közösen ezt a nyugodtan lehet mondani győzelmet elértük. Köszönjük a rendőrség türelmét!
és munkáját, a rendezvény biztosítását, és én most itt ünnepélyesen ezt a rendezvényt úgymond lezárom, tehát a spontán demonstrációnak vége. Mindenki ugye úgy, ahogy érkezett, majd távozik a helyszínről. Remélem, egy páran jöttök velünk a Cinege utcába, ott is folytatjuk a demonstrációt tovább, és találkozunk akár holnap a Cinege utcába. Figyeljétek a Facebookot, mert holnap valószínű fontos bejelentés lesz az oldalon, holnap délutáni vagy esti eseménnyel kapcsolatosan. Reméljük, hogy szükség lesz a társaságra, egy békés, örömteli ünneplésre. Nagyon bizakodunk benne, és akkor ott találkozunk holnap, ha ez így összeáll. Még annyit, hogy nyilván akinek van ideje és energiája, aki meg nem annyira fáradt, az menjen fel a Cinege utcába. Valószínűleg én magam is fel fogok menni. De nem lehet, aki nem tud még maradni egy kicsit, hogy bejöjjön esetleg a lakásba, vagy megismerkedjen a nénivel. Aki hazamegy, attól azt kérem, hogy mondjuk el az interneten, hogy van lehetőségünk megállítani egy kilakoltatást, mondjuk el, terjesszük. Mindenki számol rá egy fél órát, 10 percet, hogy a megjelent média híreket, az itt jelenlévő videófelvételét terjesszük, hogy az emberek bizalmat és hitet kapjanak, hogy reménykedjenek, hogy van lehetőség arra, hogy megállítsuk a kilakoltatást. És meg is fogjuk állítani a kilakoltatásokat. Máté, hol vagy?